Az orosz-ukrán háború nagyban elvonta a figyelmet a kultúra elől, azonban semmi esetre sem szabad megfeledkeznünk róla. Pavlyuk Miklóssal, a Beregszászi Kistérség kulturális és szabadidő központjának vezetőjével beszélgetünk a kulturális életről itt a régióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mesélj egy kicsit, hogy milyen volt a kulturális élet így a háború előtti időszakban a Beregszászi Kistérségben? Beregszászi Kistérségen aktív és aktív kulturális élet volt, ami pezsgett. Rendszeresen vettünk részt a kollégáimmal különböző városnapok, fesztiválok lebonyolításában, továbbá színházi előadásokat is tartottunk rendszeresen a Beregszászi Művelődési Házban. Ugye a háború kezdetével mondhatnám azt, hogy nem csak a kultúra, hanem a közélet is, és mindenki kapott egy sokkot, amit máig nem tudunk feldolgozni. Milyen gyakorisággal rendeztek rendezvényeket itt a kultúrházban? Havonta igyekeztünk lebonyolítani legalább egy rendezvényt a háború előtt. És a háború milyen változásokat hozott itt a kulturális életben? Mi változott azóta? A háború kezdetével gyakorlatilag az elején leállt a kulturális élet, de mi úgy gondoltuk, hogy cselekednünk kell, és a kollégáimmal, a munkatársaimmal csatlakoztunk a Beregszászi Városi Tanács humanitárius stábjának a munkájához. Ezt úgy kell érteni, hogy ugye a Beregszászi Kistérség több oktatási intézményében voltak elhelyezve menekültek. A mi feladatunk pedig az volt, hogy ezeket a menekülteket ellássuk mindennel, ami szükséges. Tehát kezdve a humanitárius segély érkezésétől, a szortírozásáig, ennek a segélynek, meg az élelmiszernek az eljuttatásáig ezekre a pontokra, ahol laktak a menekültek. Tehát ezek iskolák és óvodák voltak a kistérség területén. Tehát mi a kollégáimmal a háború első hónapjaiban ezzel foglalkoztunk. Utána elkezdtünk jótékonysági rendezvényeket szervezni, tehát ez koncertek és színházi előadások. Ezeknek a rendezvénysorozatnak a keretein belül már a mai napra több mint 130 ezer grivnyát sikerült összegyűjtenünk a fegyveres erők számára. És hogyan változott meg a kultúrháznak a munkatársainak az összetétele? Voltak-e esetleg, akik elmentek a háború kitörésekor, vagy jöttek-e esetleg újak? Tehát még 2014-ben, amikor kezdődött gyakorlatilag ez az egész, akkor szertettünk egy új munkatársra, Kuznyicov Olegre, ő a Donyec megyéből áttelepült Beregszászba, és ő hangmérnök. Tehát és ő 2014 óta nálunk dolgozik. És teljes értékű csapattag azóta. Neki mi a feladata? A családját is esetleg bevonta itt a munkába, vagy külön? Tehát ő áthozta ide a családját is, ő egyedül dolgozik itt, mint hangmérnök, mint világosító, továbbá a humanitárius stábban is segítkezik nekünk, tehát elhelyezni a menekülteket. És ez nagyon szívszorító volt ezt látni, amikor az egyik menekült gyakorlatilag az egyik áttelepült segíti a másikat. Tehát ez teljesen más szemszögből világította meg ezt az egész kérdést a számomra. Hogyan élte meg ez a fiatalember a háború új szakaszát? Nehezen. És minden erejével és minden tudásával, én ebben meggyőződtem, hogy minden erejével és minden tudásával azon volt, hogy segítse ezeket a menekült embereket. Együtt dolgoztunk, tehát éjjel-nappal a háború kezdetétől ebben a humanitárius stábban. Önök hogyan próbálják fellendíteni a kulturális életet a kistérségben? A mai napra csak jótékonysági rendezvényt igyekezünk szervezni, tehát ez a városközponti parkjában szoktunk koncerteket szervezni, továbbá színházi előadásokat itt. De mindegyik rendezvényünknek az apropója a fegyveres erőknek a megsegítése és a támogatása. Önöknek van esetleg valamilyen szabályozás, amit be kell tartani, amikor egy-egy ilyen jótékonysági eseményt szerveznek? Természetesen van, de légiriadó esetén kötelező az óvóhelyre vonulás, és mindenkit, tehát minden rendezvényünket úgy szervezzük, hogy megvan előre szabályozva az evakuálási útvonal, és minden résztvevő, tehát aki bejön a művelődési házba, tudja, hogy
hogy hova és mikor kell menni, menekülnie esetleg. Mennyire nehéz megmozgatni az embereket a háború ideje alatt egy-egy ilyen rendezvény kapcsán? Sajnos az embereknek a biztonságérzete csökkent, jelentősen csökkent, tehát ugye rendszeresen vannak légiriadók, ezért elég nehéz megmozdítani az embereket egy-egy közéleti rendezvényre. Ennek ellenére azt mondhatnám, hogy a részvételi arány az azért nem olyan rossz, mert legalább 100-200 emberre számolunk mindegy rendezvényünkön. A munkatársak hogyan tudják tartani egymásban a lelket ebben a nehéz időszakban? Szerveznek-e csapatépítő programokat? Holnap készülünk egy ilyen csapatépítő programnak a lebonyolítására, aminek az apropója, tehát az összetartozásunk, tehát egy csapat vagyunk, össze kell, hogy tartsunk, és ki fogunk tartani ebben a nehéz időkben. Van-e valami visszajelzés, hogy az emberek hogyan élik meg a kulturális eseményeknek így az elmaradását, hogy egyre kevesebb esemény van itt a kistérségben? Sajnos ez a helyzet most azt diktálja, hogy spórolnunk kell, hogy vissza kell vennünk az életszínvonalunkból, de a mi dolgunk itt maradni, kitartani és összetartani. Említette, hogy szálltak meg a kistérségben menekültek. Esetleg a kulturális intézményekben, koncerttermekben, színházakban is szállásoltak el menekülteket? Kulturális intézményben nem szállásoltunk el, a kistérségnek az oktatási intézményeiben kerültek elszállásolva. Ez több mint 11 ilyen intézmény volt, tehát ez óvodák legelsősorban és esetleg iskolák. Tudnál mesélni egy kicsit magának a kultúrháznak a történetéről? Az épület esetleg van-e valami különleges történelmi háttere? Tehát most a színpadon vagyunk a Beregszászi Művelődési Házban. Művelődési Ház hajdanán zsinagóga volt, amit 1965 és 69 között rekonstruáltak vagy átalakítottak művelődési háznak. Az anyaországnak köszönhetően van egy projektünk, ami a múlt év végén lett prezentálva. Ennek a projektnek a lényege, hogy visszaállítsuk a történelmi kinézetét a kultúrháznak, úgyhogy meghagyjuk a kulturális összetevőjét. Tehát a kultúrház fog maradni, csak teljes mértékben, teljes körűen rekonstruálva lesz, és felújítva. És milyen leleteket tártak fel azóta, mióta kiderült a története? Tehát sikerült feltárnunk a régi boltozatát az épületnek. Ezt meg lehet tekinteni, tehát ő most korhű állapotban van. A későbbiekben, hogyha véget ér a háború, milyen tervei vannak a kultúrháznak, miket szeretnének megvalósítani? A legelső és legnagyobb tervünk ez a rekonstrukció. Ez reménykedjünk benne, hogy sikerülni fog. És utána természetesen a beregszászi kultúra és közéletnek. Én úgy gondolom, hogy a felújítás után a Beregszászi Művelődési Ház egy égköve lesz a belvárosunknak, és egy olyan rendezvényteremmel fogunk rendelkezni, ami bármilyen szintű eseményt tud fogadni. Ön szerint milyen negatív hatásai vannak annak, hogy elmaradnak a kulturális események hosszú távon? Hogy lehet ezt majd visszazökkenteni? Tehát ebből a helyzetből kifolyólag az embereknek én úgy gondolom, hogy csökkent a biztonságérzete, és nem annyira akarnak közösségbe járni, és ez bizonyos mértékű passzivitásra indokolja őket. Én nem értek ezzel egyet, tehát a kultúrának élnie kell, a kulturális életnek kell lennie, csak a mai helyzetben neki egy kicsit más a fókusza. Tehát még egyszer megismétlem magam, a mostani fókusz ennek az a fegyveres erőknek a támogatása, és a mielőbbi elősegítése a győzelemnek. Tehát úgy gondolom, hogy a mi dolgunk az, hogy mindent megtegyünk itt helyben, mindenki a saját helyén, azért, hogy hasznos állampolgára legyen az országunknak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkájukhoz. Köszönjük szépen!